distance is different. A távol sekülőbb. Distance change. In such way, we are checking different distance, how to react. Ebben a, ez a metódus az, ahogy mi megtanuljuk azt, hogy hogyan változik a távolság, és hogy kell reagálni a távolságra. Now you see, can against can, we call can type can. A kardnak az lenni, can type can-nek így. But if I keep Joe, the Joe, distance is more far. Akkor még nagyobb lesz a távolság. In such way, we have without katana, without bokjo, and cannot take using bokken, jo not take using jo, kentai jo. Ugye ezeket a párokat lehet is kombinációt összerakva. And separately, but we are practicing in order to analyze aikido, toho yaido, without, with yaido. Ja, azért használjuk ezeket, hogy egyszerre tudjuk megtapasztalni, és egyszerre tudjuk tanulmányozni aikido-t a yaido-val egy. Only one technique. But you have possibility 5-6 different. Tehát ugye csak egy technikát csinálunk, de hogyha kéz ellen, kéz kard ellen, kard ellen, kard jó ellen, jó ellenbe, öt kombinációval lehet megtalálni ugyanazt a technikát, és ugyan különböző távolságokkal. Kendo iaido the same, draw katana, this is we call seigan no kamai. Ugye ez a hiúzó kard, így hívjuk, hogy seigan no kamai, iaidóval és kendóval is. Seigan no kamai means that in front of opponent to hold the katana, but this angle I don't show. It means that like a point. Hát ugye abban a szemben kell adni a katanát, hogy csak egy pontot lássam belőle, hogy ne lássa a hosszát. Hát úgy kell tartani, hogy pont a személyre mutasson el. This is Seigan-no-kama. Ez a Seigan-no-kama. This is why this angle directly to show. Ez egyenesen a szemébe megy ez a vonal. The reason, if I keep this position. Azért, mert hogyha így tartanám, így. This is not Seigan Kama. Ez nem Seigan. He immediately analyzed the length of the katana. Azonnal látja a hosszát a katonának. And he understands the distance. És dangerous. What? És megérti azonnal, hogy ez a távolság számára veszélyes, vagy biztonságos. Now we keep this position. Ezért ezt a helyzetet tartjuk inkább. Seigan Kama. And stand. My right leg. Állás. Left leg. Or combine. On this side. Mind a két állásom erre a vonal felé irányul. This is my Chushin-sen, center line. Ez az én központi vonalam. If I sit, a leülök, and to say, sensei, onegashimasu. I show my center line. Úgy szintén, akkor ez úgy szintén a középpontot állom, ez ugyanaz. But anyway, you are weak. Directly to opponent to combine this line. This is we call with katana Seigan Kamai. Ezt hívjuk katana Seigan Kamai. But if you don't use katana, de nem azt használ, csak this is Shizentai. Ez Shizentai no Kamai. Don't misunderstand. This is not Shizentai. Ez nem Shizentai eldállás. Natural stand. It means that. Shizentai ez egy természetes állás. You don't see my right side, left side. Ugye én kinyílok természetes állásban, és nem a jobb vagy a bal oldalon, hanem kinyílok így. But if you stand such way, you see my ura, omote. Figyel, amikor az ura és az omote oldalon is lehet látni. And you see distance. És látod a távolságot is. How attack? Hogyan támadj? Don't show this information. Just nem mutassuk meg ezt a infót a part a ellenfélnek. But stance is the same. Az állás ugyanaz. This is the most important common principle in martial art. Egy nagyon, nagyon alapvető, közös alapelv az összes japán művészetben, aikido, iaido, kendo. I don't agree. Some styles stand in such way. Néhány ilyen. Some styles don't the way. It's their style. Az ő stílusuk. But we don't need to study style. We need main principle. De mi nem a stílusokat tanulmányozunk, hanem az alapelvet. And then you can understand what is principle of other style. És aztán utána meg tudod érteni más stílusban a fejlődés is, más sárban megértettek. Please stand in front of me. Now I show such a style. Ebből a stílusban egy stílusban állok. If you are standing, Shizentai no kamae? Shizentai no kamae.
If suddenly approach opponent, you are ready already such time. És a másik jön, akkor azonnal be tudsz váltani egy állásba. This is why, from the beginning, I don't need to stand. Ezért van az, hogy már a legelején nem I don't need to such position. Nem, nincs szükségem erre a pozícióra. He can analyze how to attack. Mert tudni fogja, hogy hogyan kéne támadjon, ha már leve így állod be. But it's very difficult for opponent if I stand in such position. Így nehéz az ellenfél szemmel, ha így állod. I don't show my omote and the door. Nem mutatom a omote vagy duro oldalamat. Such position. And suddenly he comes from. I'm ready. And suddenly he comes. I'm ready. Készülök így vagy így. Because this position is flexible. Ez a helyzet is, ez rugalmas. Bármi tudom változtatni. If quick to come in this moment, I have to stand. Túl gyorsan jön, akkor tudok hátulni. And keep this position. I'm tartom ezt a pozíciót, és akkor szabad vagyok erre vagy alatt. This is a Shizentai no Kamae. Shizentai no Kamae. From Yaido Kendo. And also, Joe. Yaido Kendo van egy csodóban úgy szintén, hogy Shizentai no Kamae. This is Shizentai no Kamae. It's not Shizentai no Kamae. Nem. Same Aikido. De Aikido van. Shizentai no Kamae is here. Ez ilyen. Understand. This is what I recommend to stand Shizentai no Kamae. Ezért van az, hogy én azt ajánlom, hogy így álljon. Not this position. Nem ebben. Because you need to change. Hát ebből a helyzetből változtatni kell. But you are ready. De ha itt vagy, akkor már, akkor tudod, tudsz változtatni bárhova. Remember this. Emlékezni kell. Now let's try. Ken and Ken. Ken Tai Ken. Próbáljuk meg Ken Ken ellen. Ken Tai Ken. And we practice Irimi Nage. I come in God. Yeah, I have the word to go to the There are three elements of component. Movement. Három része van ennek a mozgásnak. First movement is like a flikaburi. Az első a flikaburi. This kind. Ez. First. Second movement is cutting. Második az a vágás. First. Second. And the third element of the tenkan. Harmadik. Úgy szintén a tenkan után a vágás. First movement here. Second movement cutting. After tenkan. Felemel második vág. Tenkan után a tirikán. We use this three element of movement. And check. And then the key. Most ugyanezt a hármat fogjuk használni, ki jelen. This is a four movement. Ez a I have been kerülbeli Irimenagének a formája kell. He is now standing Seigan Kamae, and he is attack, he now attack me. Ugye ő Seigan Kamae-ba áll, és engem megtámad. I make it now Irimen. Én Irimen csinálok. Irimen. In this moment, Katamae will do this. És ebben a helyzetben ment a katana ebben a pillanatban. This is the first movement. Ez első mozdulat. Second movement is cut. Második mozdulat vágás. First movement is beating. Second movement is cut. Második a vágás. And after tenkan. Aztán. Irimenage. Tenkan is irimenage. So, all this movement combined. Ez a három mozdulat kombinálva. And then control. És aztán control. This is irimenage. I have ura irimi movement. As I have the ura irimi movement. Kentai ken, it's called Aikiken. Kentai ken is under Aikiken. Aikiken. First step. Second. Now under control. Next I attack him. This is why he step back. Én vágom, és ezért lépő vissza. Not cut. De vágjuk meg. This is Aikido principle. I don't cut you. Ez I just show. Ez az alapelv az Aikido-ban, Aikido alapelv, hogy nem vágok meg, csak úgy tudom megvágni. Hát én koncentrálok. First say that. Stop. Megállítom. Stop. Megállítom. And also stop. És itt is megállítom. If I make such a way, hogyha így
csinálnám, akkor ő be tud egyedül. This is why. Stop. Don't do it more. And he step back. Nem csinálod más, ő hátralép, és akkor vágod meg. I'm not fucked. Nem vágod meg. It's against the principle of IQ. Hogyha megvágnám, az IQ alapelve ellen való lenne, én azt mutatom, hogy megvágom. But I always show that you are under my control. De mindig azt is mutatom kell, hogy ő az én irányítás alatt áll. And once also understand how to move me. Just szintén értsük a felkelcsi And also this moment also control. Úgy szintén control, control. And then? És aztán megint. But you are not training in hand. Én meg egy így csináltam, ugye az erő. Hagyd el egy try, egy